A műsort a Mitsubishi Motors támogatta. A műsort a Balatoni Hajózási ZRT támogatta. A Skipper magazint a Hanze Magyarország támogatta. A versenyutasításban szereplő két pálya közül, hála Istennek vagy a szélnek köszönhetően az idézőjelben hosszabbik pályát fogjuk futni. Jó, tehát innen a kikötő elől rajtolunk, Balaton lelle, Révfülöp és a befutó. Remélem, hogy lesz jó szél, és tudunk menni egy jó pályát, mert ideig minden versenyen ilyen gyenge szél volt, mint a Kékszalag is, mert többi is. Hát mi szeretnénk, hogy jó szél lenne, akkor megy jó ez a kis hajó. Nagyon jó verseny, és nagyon jó északi szél van, úgy tűnik, és napsütés, szép őszi futam. Ketten vagyunk, a Dombi hajóval futunk, ki aztig háromba, a német barátommal, Gerhárdal. Reméljük, hogy sikeresen. Hát nekünk már túl sok tétje nincsen ennek a végső győzelemre, már nem nagyon vagyunk esélyesek, még ilyen nem tudtunk minden versenyen részt venni, de reméljük azért győzelemmel zárjuk ezt az évet. Öcsémmel, apukámmal és az unokatestvérem férjével fogunk indulni ma. Mondhatjuk, hogy egy vitorlázó család vagyunk, igen. Az apukám most már lassan 40-50 éve vitorlázik, én meg 8 éves korom óta, úgyhogy most már én is lassan 30. Minden évben igyekszünk legalább egy futamon elindulni, ez most a záróregatta. Az idén sajnos egy futamon sem voltunk, úgyhogy egyszerűen kötelező. 70-80 hajó is talán el szokott indulni, jó a hangulat, a résztvevők ismerik egymást, jó verseny. Kettel leszünk csak, a gyerekek sajnos már nem vitorláznak, úgyhogy valószínűleg nem az élbolyban fogunk végezni. Tegnap elestem motorra, és így jöttem el, úgyhogy így is elég nehéz volt koncentrálnom, de azért összeszedtem magam arra, hogy vigyem a hajót. Igazából egy olyan csapattal voltunk, aki nem összeszokott, úgyhogy próbálgattuk, jó volt, nagyon trükkös volt a szél ma, sok leállás volt, sok pörgés, sok helyről jött a frissülés, de én úgy gondolom, hogy egy remek nap volt, úgyhogy trükkös nap volt nagyon. Sikerült a harmadik hely, úgyhogy abszolút be, úgyhogy örülök neki. Én azt gondolom, hogy a Bahart büszke lehet valamennyi ágazatára, de kifejezetten a vitorlás ágazatról beszélve teljesültek a céljaink. Ez azt jelenti, hogy a kikötők kihasználtak, majdnem 100%-os a telítettség, gyakorlatilag nincsen üres helyünk, viszont ami talán most még ennél is fontosabb, hogy sikerrel zártuk valamennyi kiemelt rendezvényünket, eseményünket, legyen az a nemzeti regatta, vagy legyen a Bahart regatta sorozat. Hogy sokat fejlődött a csapat, tehát valóban eljött most már az a pont, amikor úgy éreztük, hogy készek vagyunk egyedül is megcsinálni a versenyt, ugyan nem kétnaposak voltak ezek az események, hanem csak egynaposak, de azt gondolom, hogy valamennyi nap nagyon jól sikerült. Ha csak a számokat nézzük, akkor közel 70 indulóval indultunk az első versenyeken, az utolsó két versenyen pedig már majdnem 80 indulónk volt. Azt gondolom, ezek remek számok, és valóban ezek meghaladják a korábbi éveket is. Ami biztos pont a következő évben, hogy ugyanúgy szeretnénk megrendezni a Bahart regattának mind az 5 állomását, és készülünk az 5. nemzeti regattára is. A műsort a Balatoni Hajózási ZRT támogatta. A Skipper magazint a Hanze Magyarország támogatta. A műsort a Mitsubishi Motors támogatta.